Sziasztok, Sestilinszki vagyok az Aurora Reporttal. A mai, negyedik epizódban az újfajta barlangbejáratoknak jártam utána, inkább kevesebb, mint több sikerrel. A barlangok jelentős részéhez éjszaka értem oda, és az investigation-ös küldetések megérezték a célomat, így szinte folyamatosan lábbal megközelíthető barlangokhoz akartak küldeni. Ennek ellenére sikerült elrepülnöm egy barlanghoz Hurstonon, ami a leírás szerint kis vagy közepes hajóval közelíthető meg, és ez volt az egyetlen, amit még sötétedés előtt elértem. A csak űrhajóval megközelíthető barlangok, amikkel eddig találkoztam, általában víznyelőket takartak, és kis csavarral ez is az, azonban a függőleges nyílás nem közvetlenül a szabad égre néz, hanem egy szokványos barlangon belül helyezkedik el. A barlang alján széles, tágas tér van, ahová egy aurórával egész kényelmesen le lehet szállni, hogy aztán gyalog folytassuk a föld alatti felfedezést. Mivel nem szeretek eltévedni és nem volt nálam világítórúd, ezért a gyalogtúrától eltekintettem és átrepültem Aberdeenre, ahol egy hajóval és földi járművel megközelíthető barlangot néztem meg, természetesen éjszaka. Kicsit játszottam a barlangon belüli fényekkel, amelyek szerintem ismét jól sikerültek. Így néz ki az Aurora a barlangban lebegve, lekapcsolt reflektorral. Itt pedig megnézhetjük, hogy milyen az, amikor elvakít minket ez a nagyszerű hajó. A fentiek után egy kicsit pihentettem az Aurórát a barlang egyik kiálló sziklaperemén, és elkezdtem tervezni a következő utazásomat, aminek során a kvantumérzékeny rakományt fogom bemutatni. Hosszú és eredményes életet! Stilinski? Stilinski. Stilinski? Stilinski. Good job, Stilinski. Yes, good job, Stilinski. So-